Már készülnek az áprilisi nyitásra a Keresztúri Dezső Városi Művelődési Központ társintézményei. Noha az épületek március 31-ig az energiaválság miatt zárva vannak, a munka nem állt le. A létesítmények vezetői sajtótájékoztatón ismertették 2023 első fél évének programjait. Flajsz Gergő az eseményen bejelentette, hogy a következő időszakban csak a VMK Landorhegyi épületében fogadják a vendégeket. Az igazgató emlékeztetett, az átmeneti állapot ellenére változatos rendezvényekkel várják vendégeiket. Attól függetlenül, hogy bezártak az épületek, attól függetlenül minden témát szeretnénk megmozdítani, ezért természetesen a megszokott koncertekhez még csatlakozik számtalan program, hiszen a klubkoncerteket nem szeretnénk semmiképpen elengedni. Lesz vendégünk majd a Tankcsapda, lesz vendégünk Deák Bill, Gyula, lesz vendégünk Manuel, aki egyébként egy teljesen új formációban nagy zenekarral fog fellépni, de egy nagy csokorral, több mint 10 koncerttel készülünk a vendégeink számára. Mint elhangzott, kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy a különböző tagintézmények látogatói számára megfelelő kikapcsolódást biztosítsanak. Cél, hogy minden korosztályt megszólítsanak és fenntartsák az érdeklődésüket. Lesz jövőkutató előadásunk, lesz könnyű zenei, lesz komoly zenei előadásunk, Vösz Ádám zenetörténész fog a Strauss családról majd egy előadást tartani. Lesz házassághete kapcsán előadásunk a házaspároknak, Bedő Imre fog majd előadást tartani, aki ugye a Magyar Férfiak Klubjának a megalapítója. Lesz minden típusú programunk, hiszen Csányi Vilmos professzor is majd a vendégünk lesz, aki ugye az állatok lélektanával foglalkozik. Vendégünk lesz Lajos, aki egy világhírű íjász. Családi programokból sem lesz hiány, őket Kalap Jakab koncertjére várják. Mivel az elmúlt időszakban megváltoztak a jegyvásárlási szokások, a szervezők arra biztatnak mindenkit, hogy a belépők vásárlását ne halasszák az utolsó pillanatokra.